Önök a Zsolca Televízió 48. heti adását látják a UPC Felső Zsolca és Ongai kábelhálózatán. Mai adásunkban szólunk arról, hogy megalakult a Helyi Védelmi Bizottság, és a figyelő szolgálat ellenőrzi a Kissajó vízállását. Kameránk ott volt a hétvégi rendezvényeken, így beszámolunk V. Molnár Judit adventi koncertjéről. Megmutatjuk, milyen volt a hangulat a Katalin bálom, hosszabb összefoglalót láthatnak a 20 éves Rozmarin népdalkör jubileumi ünnepségéről, és tudósítunk a Gulágra hurcoltak emlékére rendezett előadásról is. Műsorunkban láthatják a Prima Primissima díjra leölt Csík együttes alapítóját, aki a Sajóparti Nemzeti Estek vendége volt. Legkisebb nézőinknek pedig megmutatjuk, hogy a Mikulás bácsi bizony már itt járta a kertek alatt. Tartsanak velünk! A napokban újabb árhullám vonul le a Sajón. A folyón a csapadékos időjárás következtében egy héten belül, ez már a második harmadfokú árvízvédelmi készültségi szintet is elérő, bő vízhozamú áradás. Felsőzsolcán megalakult a Helyi Védelmi Bizottság, a Kissajó vízállását pedig figyelőszolgálat ellenőrzi. A Helyi Védelmi Bizottság november 30-án helyszíni bejárást tartott a Kissajó balpartján. A cél a város északi részének védelmét szolgáló esetleges idéglenes gátrendszer helyének megállapítása, valamint a figyelőszolgálat járőrpontjainak meghatározása volt. A célunk az, hogy a jelenlegi bejárással megnézzük azt a területet, hogy hol tudunk elsődleges védelmi vonalat meghúzni és megépíteni, hogy a város lakosságát megvédjük az esetleges árvíztől. Röviden ennyi. Jó, mely területeket járják most be? Most jelen pillanatban azt nézzük, hogy hova tudunk elhelyezni olyan vízmérték, vagy vízmércét, amivel alapján mi tudjuk, hogy segítséget kapunk az előrejelzésekből, hogy milyen vízállások várhatóak, és ez gyakorlatilag most olyan terepviszonyokat, illetve olyan műtárgyakat keresünk, ahol ezeket fel tudjuk jelölni, és ezeket a feljelölések segítsenek minket az előrejelzésben, illetve a védekezés előkészítésében. A Védelmi Bizottság a víz lakott területekre történő bejutását már a Kissajó balpartja mentén húzódó, akár többszörös töltéssorra kívánja megakadályozni. A Kissajó balparti részén órák alatt munkagépekkel és kézi erővel védvonalak kialakítását tervezik egy esetleges újabb árvíz kialakulása esetén. Úgy gondoljuk, hogy egy helyen kell védekezni a Kissajónak a balpartján végig, mert az eddigekben az bizonyult, hogy amennyiben az utcákat próbáljuk védeni, eredménytelen és felesleges, kilátástalan munka. Most azt járjuk be, hogy itt hogyan alakíthatjuk ki a védvonalat, ahol rétlegelő van, ott úgy gondoljuk, hogy egyszerű földgátak elegendőek, föntebb, ahol már telkek vannak, házak vannak, ott viszont csak zsákokkal tudunk védekezni. Azt gondoljuk, hogy körülbelül 4 sor gát, 2 sorban. Most ezt akarjuk felmérni, hogy oda hogy tudunk bejutni, és azt, hogy körülbelül mennyi zsákra van szükségünk. Tehát az erőkészület ez lenne, hogy ha baj van, akkor itt fogunk ezt a védvonalat fogjuk tartani. Húsz esztendeje alakult meg a felsőzsolcai Rozmarin népdalkör. A kerek évfordulóra megjelent az együttes első CD-je is. A lemezbemutatóval egybekötött gálaműsoron két évtized emlékeit és legszebb dalait elevenítették fel. Szíve jut a kedves, kövén szemű babája.
20 éves jubileumát ünnepelte a Rosmarin népdalkör. A Művelődési Ház zsúfolásig megtelt a lemezbemutató koncerttel is egybekötött évfordulón. A magyar népdalkincs megőrzésében és ápolásában is fontos szerepet játszó amatőr formációk közül több aranydiplomával és versenyeredménnyel büszkélkedhet a zsolcai kórus. Nem ismerik az emberek a magyar népdalokat eléggé, és ez is feladatuk, hogy megismertessék a mai élő emberrel is. Mennyire van reneszánsza a magyar népdalnak? Hát hál' Istennek azért már mondhatjuk, hogy reneszánsza van, mert ugye Kodály Bartók és az utódai országában élünk. Nincs még mindig ott, ahol kellene lenni, de talán már mégis a reneszánsz elkezdődött. Már kap megbecsülést a népdal, népzene, de még mindig egy kicsit csak a néptánc javára. De hát egy ilyen együttest hallani, ilyen vidáman azt a ragyogó szemeket, ahogy átélik, hát ez ugyanolyan gyönyörűség. Általában ezek a falusi vagy kisvárosi formációk játsszák igazán a nagy szerepet a népdalkincseink őrzésében, és külön jó a felsőzsolcai népdalkörnél az, hogy ők tényleg amatőrök, és nem a szüleiktől tanulták ezeket a dalokat, mert amit, ahogy mondtam, a műsorban is Felsőzsolca talán ehhez egy picit nagy hely, túl nagy város. És ezért nekik tanulniuk kellett, a próbákon tanulják, és lelkesek, és ez talán még nagyobb érték, és még inkább dicsérendő a részükről, hogy ők ezt vállalják hétről hétre, a próbákat és minden koncertet. 20 éve ők lelkesen és kitartóan dolgoznak, hiszen ezek a próbák, az énekpróbák ugyanolyan munkának számítanak, mint aki ezt az élet fenntartása céljából végzi, ők pedig hobbiból teszik ezt. Úgy látszik, meg is van az eredménye, hiszen most adnak ki egy CD-t. Ez mindannyiunknak, nem csak a közösségnek, hanem egy településnek is az érdekét és az ékességét szolgálja. Volt mit örökölni. Az énekkari kultúra Felsőzsolcán már a 30-as években, tudom, mert van dokumentum róla, méghozzá fényképes dokumentum, hogy a MÁV, Miskolci MÁV énekkarával tartottak rendszerint hangversenyt, például templomavatáson vagy nagy ünnepieken. Nem tudom, hogy van-e most itt idő arra, hogy több olyan remek kántor, Sallai István nevű diplomás, tehát úgy értem, hogy kitüntetett kántor volt, aki a Szent Cecília énekkarral indult, de a görögöknek is volt. Tehát jó, hogy ezt folytatják tovább, ezeket a hagyományokat. Ki tudná elfeledni a tagok közül az első elismeréseket, díjakat? Vagy a legjobban sikerült közös kirándulásokat? Vagy a legsikeresebb külföldi fellépést? De az új tagok belépése, a jó hangulatú próbák bizonyára ugyancsak feledhetetlenek. Féltem tőlük, amikor elkezdtem itt dolgozni, én komoly zenei főiskolát végeztem. És megrettentem, hogy mit fogok én kezdeni egy népdalkörrel. Ők is mondták utólag, hogy hát bizony látták rajtam, hogy én féltem tőlük, amikor én megjelentem az első próbákon. Azóta nagyon megszerettem őket, iskolát váltottam, most már Budapesten tanulok, más munkahelyem van, de velük mindig nagyon szívesen dolgozom, és nagy örömmel jövök hozzájuk mindig. Mi a legnagyobb siker? Az aranydiplomák azok nagy sikerek, de igazán az a sok elismerés, amit hallunk városiaktól, más zsolcaiaktól, és mindig, amikor megyünk valahova egy-egy dalos találkozóra, ott az emberek, a közönségnek a dicsérete és a tapsa az, ami nekem és a többieknek is szerintem igazán számít. Higgyék el, hogy valamit elindítani az útján, megszervezni, az a legnehezebb dolog. Ez Verának, Kun Attilának. A Kun Attilának köszönhető, ha ő nem szervezi meg, nincs népdalkör. Nem is én kezdeményeztem. Volt néhány lelkes feleség, aki a férfi népdalkör tagjaként énekeltek a férjeik, és azt mondták, hogy csináljunk mi is népdalkört.
és nem nagyon értettem én ehhez, nem szakmám nekem, nem nincs karvezetői végzettségem, de lelkesedésből, meg a dolgok iránti elkötelezettségből hozzáfogtunk, és sikerre vittük. A akkori férfi népdalkör is állított nekünk egy mércét, megpróbáltuk ezt ugyanolyan színvonalon és jól csinálni, és hát úgy érzem, hogy sikerült, hogy nem volt hiába való ez az idő, ez az energia, amit erre fordítottunk. Kurta farkú feske, zsolcai benyecske, hogy tudtál te ide jönni ez idegen földre? Nem jöttem én gyalog, Sajóvize hozott, a szeretőm csalfa szeme ide csalogatott. A szeretőm csalfa szeme ide csalogatott. Kiszáradt a bodzaka, hol hálunk az éjszaka, majd nálatok, majd nálunk, ahol legényt találunk. Majd meglátjuk estére, ki ül az ágy végére, szőke lesz-e vagy barna, vagy a szívem fájdalma. Kis almárom, kis furcsa, a mi papunk de furcsa, ezzel megyecskéhez jár, másnapról a prédikán. Ezzel megyecskéhez jár, másnapról a prédikán. Az együttest többen is köszöntötték, hangsúlyozva a 20 esztendő sikereit és az összefogásban rejlő erőt és a kultúra ápolása terén végzett kiemelkedő munkát. Oh.
Alkalmából több havi munkával elkészült a Rosmarig első CD-je. A 49 dal tartalmazó lemez a jubileumi ünnepségen került bemutatásra. Nagyon nagy munka van a CD-lemezünkben, remélem jól sikerült, jól hangzik, örülünk neki. Reméljük, hogy az elkövetkező 20 év is reményeink szerint ilyen jól fog sikerülni, bízunk mindannyian benne. Jó a társaságunk, örömmel vagyunk együtt, örömmel zenélünk egy kicsit a mindennapok bajait hátrahagyva. Huncut ember kendáron láttuk, ott volt ez láron. Huncut allamot allamást, ha kell mi gondja. Huncut kend a javából, csókot kapott a lánytól. Huncut allamot allamást, ha kell mi gondja. Huncut kendek a mája, huncut a mégis mondom, tyuhalja másnak, erre mi gondja? Mégis mondom, tyuhalja másnak, erre mi gondja? Vedettem viollát, várom kikerését. Várom a szeretőm hazajövetelét. Kivirított a viola világ, de nem az a teljes, megjött a szeretőm, de nem az a kedves. Kivirított a viola virág, de nem az a teljes, megjött a szeretőm, de nem az a kedves. Kicsit nekem ez a ház, kirúgom az oldalát. Kicsit nekem ez a ház, kirúgom az oldalát. Nagyon szép volt ez az ünnepség, és csak gratulálni tudok nekik, Isten éltesse őket a 20 éves évforduló alkalmával. Örülök neki, hogy nem csak a férfi énekkar, de a női énekkar is büszkélkedhet már 20 éves jelenléttel és szerepléssel. És én azt kérem tőlük, hogy mind a két népdalkör
külön-külön is próbáljon a babérokra törekedni, érjenek el eredményt egymástól függetlenül. De a zsolcai ünnepségeken nagyon szeretném, hogyha együtt énekelnék, és együttesen emelnék a ünnepeink színvonalát. Katalin Bált rendezett az Együtt Felső Zsolcáért Egyesület. Az árvíz utáni első hangos mulatságon mindenki jól érezhette magát, a tombola bevételéből pedig két idős egyedülálló asszony támogatta a civil szervezet. Thank you.
Jó zene, jó társaság, jó hangulat. Ez jellemezte az Együtt Felső Zsolcaért Egyesület idei Katalin báját. Az egykori művelődési házon megtartott rendezvény hagyományteremtő és hagyományőrző is volt, hiszen országszerte és Felső Zsolcán is több évtizedes múltja van a Katalin báloknak. Nem volt könnyű döntés, amikor arra gondoltunk, hogy a nagy katasztrófa, illetve a katasztrófa utáni árvízmentesítés, illetve nagy munkák után valamiféle szórakozó összejövetelt kellene csinálni, de úgy döntöttünk, hogy talán most már a lakosság megérett arra, hogy ne csak dolgozzon, hanem egy kicsit mulasson is. Hogy megpróbálja mulatni, és próbálja meg elfeledni azt a tragédiát, ami itt történt, bár ez nem egyszerű dolog nyilván. Hány Katalin van a rendezvényen? Ezt még nem tudom, őszintén megmondom. Nem számoltam meg, hogy hány van, de remélem, hogy mindenki jól fogja magát érezni. Hagyományunkhoz híven minden évben próbáltunk akár születi mulatságot, akár Katalin bált rendezni. Nyilván ez a, hogy mondjam, talán a legrosszabb ilyen szempontból, de igyekeztünk olyanát tenni, hogy egy kicsit felettessük az emberekkel azt, ami itt volt. Az egyesületünknek alakult egy magyar nóta csoportja is. Ebben Miskolcról hívtunk testületi tagokat. Ilyen szempontból lesz egy megnyitó vacsora, a vacsora után lesz egy nótás, nosztalgia, slágereket előadó hölgy, és utána pedig mulatság hajnalig, vagy ameddig bírjuk. Árvíz utáni első mulatós rendezvény ez a mai Katalin bál. Igen, hát ezt nagyon terveztük, mert ugye átéltünk olyan tragédiát itt Felső-Zsolcán, ami a Felső-Zsolcán életében nem volt. És úgy gondoljuk, hogy most itt az idő arra, hogy feltétlen egy feloldásra idegileg kimerült emberek, és hát itt valamit el kell kezdeni, az élet megyen tovább, tehát el kell kezdeni egy olyan lépést, hogy kicsit mulassunk, és mi úgy gondoltuk, Együtt Felső Zsolcán Egyesület tagjai, hogy mindenkit, aki ebben kicsit úgy érzik, hogy tényleg föloldódhatnak, akkor jöjjenek, és mulassunk egyet, és ünnepeljük a Katalinokat. Van hagyománya országszerte és itt Zsolcán is a Katalin báloknak. Igen, igen, hát évtizedek, évszázadok óta ősi magyar név, úgyhogy talán meg se tudnám mondani, hogy mióta vannak Katalin bálok, és ez jó alkalom arra, hogy elkezdjük itt az előrelátást, előregondolkodást, és hát túllépni ezenek a tragédiákon. Örülök neki, hogy ennyien jöttek mindenféle egyesületektől, akik ezekben a nehéz napokon derekasan helytálltak, az első perctől kezdve nyugdíjasok, nagycsaládosok, és ne soroljam tovább. Vannak itt olyan első adományozók, akik Miskolcról jöttek. Azokat meg nagy szeretettel köszöntjük. Nagyon megrendített mindannyiunkat az a tragédia, ami érte Felső-Zsolcát. Több klubtagunk is volt, aki itt lakik, vagy van, aki itt lakik. És ez egy olyan indítatás volt, hogy ne várjunk a központi intézkedésekre. Fiúk, lányok, mennyit tudunk adni, adjunk valamit és vásároljunk. Tulajdonképpen úgy döntöttünk, hogy nem pénzt adunk és nem úgy segítjük a rászorultakat, hanem nekiálltunk és elmentünk boltokba, összegyűjtöttük a pénzt, elmentünk boltokba, bevásároltunk elsődlegesen fertőtlenítő és tisztítószereket. Meg kell mondjam, hogy már kezdtek fogyni a polcokról az ilyen áruk, mert más is ugyanilyen indítatásból vásárolt. Ledepóztuk az egyik klubtársunknak a pincéjébe, és utána megkértük Siskály Andrásékat, Évikéket,
hogy juttassák el. Mi Miskolcról akkor még nem tudtunk eljutni Felsőzsolcára. Ők kertek alatt ilyen-olyan utakon, sikerült bejönniük Miskolcra. Hát egy kis teherautón elvitték az összegyűjtött tisztítószereket, ásványvizet, mindent, amit belegondoltunk, hogy mi az, ami kellhet egy olyan családnak, embernek, akit 3 perc alatt el kell hagynia az otthonát. A Katalin bá tomboláján befolyt összegből 2 idős, egyedülálló árvízkárosult asszony támogat majd az Egyesület. Advent első vasárnapja előtt tartott ünnepi hangversenyt a zsolcai római katolikus templomban Vémolnár Judit. Az árvízkárosultaknak ajánlott ingyenes koncertet követően mindenki ajándékot kapott a művésznőtől. Thank you.
adventi koncertet, vagy karácsonyi koncertet szerintem mindenki nagy szeretettel ad, és amikor jött ez a megkeresés, hogy Felső Zsolcán a katolikus templomban adnék egy ilyen koncertet, akkor természetesen nagyon szívesen vállaltam, hiszen tudom, hogy mi történt ezen a településen a nyáron, hiszen én is itt élek, igaz, hogy Miskolcon, de hát nagyon közel, és én ezzel tudok segíteni, hogy egy kicsi lelki melegséget adjak az itt élő embereknek. Zenékkel érkezett erre a mai koncertre? Én klasszikus karácsonyi dalokkal, hiszen van egy karácsonyi albumom, Áldott éj a címe, és annak a zenei anyagát hoztam el, tehát itt a Schubert Ave Mariától kezdve a Hófehér karácsonyig minden lesz, ami karácsonyi. Thank you.
mivel ilyen stíles a repertoár, és rövid, tehát egy 30-40 percen belül elhangzanak ezek a dalok. Én úgy érzem, hogy minden korosztály és minden zenét kedvelő ember megtalálja benne azt, ami igazán hozzászól, és ami az ő kedvence. Nekem minden karácsony kedvenc. Emlékszem még arra, amikor a szüleim engem a 10 emeletes bérházból a negyediken lakó barátainkhoz exportáltak minden egyes karácsony délelőtt, amit én nagyon szerettem, és tudtam, hogy mire felérek, ott már biztosan lesz valami. Ami másik, amikor már én a saját családommal, a férjemmel az első karácsonyunkat ünnepeltük, az egy nagyon szép karácsony volt, de azóta is mindegyik szép, mi mindig nagy fát állítunk, mindig nagy a család jön, mindig sütés, főzés, nem én, hanem még anyukám is, anyósom igazából, akik ezt profi módon űzik, de egy nagyon, nagyon jó karácsony élményeim vannak. Thank you.
a sok között van különleges karácsonyi élmény is, hiszen én már töltöttem 2 karácsonyt is Ausztráliában, ami egy kicsit furcsa, hiszen mindenhol ott van a karácsonyfa, meg a télapó, de a 42 fokban egy kicsit az ember elveszti ezt a karácsonyi hangulatot, úgyhogy most örülök, hogy újra igazi téli karácsonyi élményem és ünnep lesz ez az idén. V. Molnár Judit áldott éj című karácsonyi koncertfilmjét és az arról készült verkfilmet a Zsolca TV Karácsonykor tűzi műsorra. Másik koncertfilmjét pedig új évkor láthatják majd itt a Zsolca TV műsorában. Mai adásunkban szólunk még a zsolcai Gulág emlékhelynél történt megemlékezésekről, de láthatják a Prima Primissima díjra jelölt csíkegyüttes alapítóját is, aki a Sajó Parti Nemzeti Estek vendége volt városunkban. S a gyerekek sem menjenek messze a tévétől, hiszen adásunk végén a Mikulás nyomába eredünk. Tartsanak velünk továbbra is! A szovjet rendszer évtizedekig gondosan elzárt minden dokumentumot az elhurcoltakról. A gulágról nem készült fotófilm, ami az embereket felrázta volna, a lágerek helyszínét nem lehetett látogatni, a tanúk, túlélők nem beszélhettek. A köztudatba nem jutott el a gulág. A Nemzetközi Gulágkutatók Társasága Felső-Zsolcán előadással és koszorúzással emlékezett a városunkból elhurcoltakra. Thank you.
Magyar szempontból a II. Világháború két legnagyobb tragédiája, a II. Magyar Hadsereg pusztulása a Donkanyarban, valamint a magyar civil lakosságnak a háború utolsó hónapjaiban, illetve a háborút követően történő tömeges elhurcolása. Utóbbi, máig nem tisztázott számadatok szerint is sok tízezer honfitársunk halálát követelte. A szovjet kényszermunkatáborokban töltött idő soha nem múló fizikai és lelki sebeket hagyott a túlélőkben. Az elhurcolás és a fogolysors történetét legitelesebben a visszaemlékezések mondhatják el. Ezeket gyűjtötte csokorba Zsíros Sándor helytörténész, aki jelenleg a Gulág Kutatók Nemzetközi Társaságának is az elnöke. Zsolcai előadásán a gulágra hurcolás előzményeiről is beszélt. 50 év után volt először alkalmunk, hogy a levéltárakba meg visszaemlékezőknek. Én magam, akinek hobbija ugye a helytörténet, kerestem meg azt a 11 embert, aki a 200-ból megmaradt élve és hazajött. Nem 11 maradt meg, de itthon már akkor csak annyian. Az első könyv a front alatt címmel az ő emlékeikből, személyes élményeikből tevődik össze, és írtam meg. Az a kötelességünk, ha már két emlékművünk is van, eljövünk és megemlékezzünk. Ez a mai nap Felső Zsolcán megtörtént. Részben Zsíros tanárunknak hallgattuk az előadását. Úgy vettem észre, hogy mindenkit érdekelt, mindenki áhítatta, hallgatta. Olyan dolgokat, olyan adatokat kaptunk, amiről nem volt eddig tudomásunk még. Szeretnénk a továbbiakban is meghívni őt, hogy folytassuk ezt az előadást más körülmények között. Mindenkinek köszönöm, aki eljött, ezt a megemlékezést megtettük a mai nap, részben az emléktáblánál, részben pedig itt a kopjafáknál. Iszonyatos büntető táborok voltak ezek. A Szovjetunió egész területe, több ezer olyan büntető tábor volt, amelyeket belső, tehát szovjet emberekkel is, de nagy részt a háború után magyarok, a németekkel is, másokkal, sőt, japánoktól kezdve kínaiak voltak benne. De azért hagyd tegyünk különbséget, hogy a gulág szó tulajdonképpen azokra a táborokra értik, amelyek Észak-Szibériában voltak, és tulajdonképpen haláltáborok voltak. Onnan alig-alig, vagy csak nagyon kevesen jöttek. Szerencsére a felső zsolcaiakat, szerencse. Na de hát ehhez képest igen, csak itt Ukrajnában, Donbass medence környékén és ott a bányáknál alkalmazták, amely az is szörnyű volt, de egészen más éghajlati körülmények, meg jobban lehetett mégiscsak megmaradni élni. Itt csak egy harmada halt meg. Az elvitt 150 emberből 50 maradt ott. Ezeket is gulágnak a köztudat, azt gulágnak mondja, ezeket a tulajdonképpen munkatáborokat. Hazánkban még ma is ritkák a gulág emlékhelyek. Felsőzsolcán azonban kettő is van, így az utókor november utolsó hétvégéjén történelmi kötelességének mindkét helyen eleget tett és emlékezett. Magyarországon immár 23 éve működő Csíkzenekar elsősorban a magyar népzene hiteles tolmácsolója. Az utóbbi néhány évben olyan zenei utat választottak, amely lehetőséget ad arra, hogy minél több embernek adjon a népzene váratlan, de kellemes élményt. Bátran mondhatjuk, hogy a népzene és a könnyű műfajok eddig soha nem alkalmazott igazán érdekes és sikeres ötvözését egy új műfaj megteremtésével hozták létre. A Sajó Parti Nemzeti Estek vendége volt az idén Prima Primissima díjra is jelölt együttes alapítója.
kérdés ez a prima primissima díj, de azt hiszem, hogy elsősorban az igazi közönség szeretetének, meg az odafigyelésének köszönhető ez a fajta népszerűség, és az a, úgymond a szakmai közönség, vagy az embereknek, akik döntéshozóak, ez a javaslata, hogy mi is prímák lettünk. Három prima van, ha jól tudom, Bán László, jól mondtam, nevét igen, a Szép Művészeti Múzeum igazgatója, és a Nyílség Tánc Együttes. Úgyhogy ilyen szempontból egy nagyon fontos ittenékhez nem tekintett nyírségbe való történet. Az biztos igaz, hogy én már eleve annak örülök, hogy a néphagyományaink, a népzene, a néptánc együtt több szállon, úgymond a Nyírség Tánc Együttes, illetve a Csíkzenekar részéről jelölve van, így aztán végképp nem veszít ez a szakma, hogy bármelyikünk is kerülhet sorba, vagy éppen primissima díjat kap. Már eleve ez egy nagy dolog, hogy a néphagyománynak ilyenfajta elismerése így szóba került. Úgyhogy már eleve mindig is úgy vagyok vele, hogy már ott lenni az egy kitüntetés, ha nyerünk, akkor az persze. Ugye ti is nagyon várjátok már a Mikulást, bevalljuk, mi is kikészítettük már a csizmáinkat, és a nyomába eredtünk, hát ha sikerül Lencse végre kapni a zsolcai gyerekekhez igyekvő Mikulást, és szerencsénk volt, mert a kertek alatt találkoztunk is a Mikulás bácsi, valaki üzent is nektek. Figyeljetek csak! Szervusztok, kedves gyerekek!
Amint látjátok, én már készen állok arra, hogy vigyem nektek az ajándékokat. Ha a csizmátok, a cipőtöket kirakjátok az ablakba, akkor a rénszarvasaim hozzátok is elrepítenek. Ho-ho-ho-ho! A Közelképnek, a Zsolca TV közéleti magazin műsorának eheti adás ezzel a végéhez ért. A mai adás ismétlésének időpontját megtalálják képújság oldalainkon, de a műsor bármikor megtekinthetik az interneten is, a www.zsolcatv.hu weboldalon. Munkánkat pedig a Twitteren is követhetik. A műsort készítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra! Katica és külföldön élő testvérei egyszeri és megismételhetetlen koncertet adnak a Művészetek Palotája Nemzeti Hangverseny termében. December 4-én. Együtt a négy Illényi. Sopron legpatinásabb szállodája a Best Western Pannonia Met Hotel wellness-szel, kényelemmel és hagyományos vendégszeretettel várja önt és családját Sopron belvárosában több mint 110 éve. Best Western Pannonia Met Hotel, a hagyomány eleganciája. Ahol összegyűlünk.